Szóval, volt egy ilyen nagyon kreatív ötlet tőlem, hogy megfogjuk ezt a gépházat, és ugye kellene valami különlegesen érdekes dolgot csinálni. Szóval az unboxingból az lesz, hogy vannak különböző gépelemeim, amikkel cselendszerűen beleteszünk. Szóval valami DDR2-es alaplap, egy plusz hűtő, csak már finom, egy... Milyen videókártya, Daci? GT 2500. A szomszéd kukájából van egy táp, és itt van Ricsi harddiskje, amin a... Mindenki tudja mi van. A házi feladat. A matematika házi feladat. Segítségemre lesz Lajcsi. Lajcsi. Az APNX C1-nek ezt a gyönyörű kroma házát fogjuk szétcsapatni. Na, szóval... Elsősorban, ez egy mid-tower gépház, az egy kézzel pattintós verzió, hogy... Lejön egyébként a teteje, ez a brutál szín. Szóval így változik a színe, ahogy mozgatod. Alapvetően egy 360-es AI-jó elfér itt fent, és ezt ugye csak pár csavarra kiveszitek, nekünk erre nincs pénzünk, szóval én nem kerül bele. C-Type van elől, 2023, minimum. És ugye egy 120-as ventilátor van itt hátul. De nézzük, hogy mi van elő. Híres, hogy egy konkrétan egyszerű kézmozdulattal bármit leveszel róla. Ez itt egy doboz alkatrészeknek. Ez itt kérem szépen egy kifejezetten quality ventilátor modul, amit a legjobban kedvelek, az az eleje. Figyelj, mennyi levenni az elejét, ugye itt be van passzítva. Ráfogsz, megsimogatod, újat készít, lent is az eleje. Ennyi volt gyakorlatilag szétszedni a gépházat, ilyen pici darabjaiba, és figyelj, hogyha a héttörbe bekopog, tudsz ajtót nyitni. Leesett az, de mindegy, esik el. És ugye itt előbb befigyelnek a 140-es ventilátorok, 3 darab, ez jár az alappackage-ben, na de beszéljünk arról, hogy mi tetszik a házban, aztán elmondom, hogy mi nem. Első körben, hogyha ide jöztök, akkor ugye a dekorborda itt, ami kivehető, hiszen itt 3 ventilátor kaphat helyet, de ha kiveszel a dekorbordát, buksz egy dolgot, a videókártya tartót. Mert 2023-ban a felső slotban megtanultuk már berakni a videókártyát, és tartja is, meg is mutatom. És figyeld, hogy áll! Gyakorlatilag beteszem az alaplapot, és ide tudok tenni egy 180 mm-es ventilátor, ami hátulról hűti a procit. A brit tudósok bebizonyították, hogy jól működik. Hogy ez menő. És figyeld, easy to use, a Barbie kezemmel kicsavarom. És lejön harddiskre. Látjátok, nem értek hozzá! Ez a kukázott harddisk, bazd meg, ez, majd jön ide, így. És megy oda be, úgy, ennyi, bazd meg, harddisk. A különleges alkatrészeket, amit az előbb megmutattam, hogy maradjunk témánál, ezeket be fogom építeni ebbe a gépházba, de azt mondtátok, hogy nem értek egyáltalán a PC-khez, nem úgy középszinten, vagy átlagember szinten, nem értek! Szóval bekötött szemmel összerakom nektek a gépet. Szia, Daci! Szóval, kiválogattam pár csavart, ami kelleni fog. A videókártyák, megvannak a csavarok. Ez itt... egyből az alaplap! Hát azért csak látszik, hogy alaplap. De nem látom, bazd meg! Én látom! Érződik rajta, hogy alaplap. Olyan alapos. Várj, meghatározom portokat irányába. Oké. Okay. Figyelj. Szóval processzorhűtő, alatta a proci, RAM slot 1, RAM slot 2, DDR2-es, 660 Hz-es. Itt vannak a portok. Igen. Ugye, akkor így kell bemenjen az alaplap. Ez itt. Így. Beszarok egybe, beraktam jól. Beraktam jól? Úgy néz ki. Nem. Még jó, hogy nem az én gépemben próbáltuk ki, mit amit alapból akartam.
De! Egy kicsik elmozdult. Tudod, hogy jössz a pás most. Mi a fasz? Mi a fasz? Mi az a szopás? Mi? Összebasztam a csavart! Hol a csavarhúzó? Hol a csavarhúzó? Ez felpattant oda? Uh-huh. A földről. Úgy összebasztam, hogy felpattant oda? Ja. De már lehet tudni, hogy Micro ATX-nek van felkészítve a gépház. Te ezt tudtad. Na, az fog történni, hogy az előbb buktam. Ezt felállítottam. De most azt arra tettem. Na, hol vagy? Mit röhögsz? Ott van lent. Hol? Jaj. Na, szóval. Be fogjuk csavarozni ebbe. Ez csak menni fog, ennyire balfasz nem vagyok. Megkeressük a lukat. Várjál. Ez így kell rájöjjön. Kérjük, bazd meg. Jó. Ezek kell egy... Úúú, a faszért tettetek rá ennyi lyukot. Várjál. Aha. Mi van, mit tettél az orromhoz? Mit tettél az orromhoz? Mit tettél az orromhoz? Telefon ért hozzá. Ja, értem. Opa. Ugye egy csavarnak be kell mennie. Jó! Hopp, hogy beszaladt. Van egy gomb, megvan a gomb. Gomb felett. Látjátok, hogy tudja a bajdú? Hogy tudja, bazd meg? Gomb felett teker, oké? Okay? Na most befogjuk itt a kábel eszkú rengeteget. Bemegy. Valami leesett. Nem kell az, a leesett. Megfogjuk a gépet, betömködjük. Na várj, mi legyen a következő? Nem tudom. Szóval van itt nekünk... Ez nem kell. Domine, le patrie, e filie. Ugye ahhoz, hogy berakjuk a helyére... Te a csavarhúzót nem láttad, egy ideje nem láttam. Bocsánat, neki mentem a kamerát. Tehát nem láttuk, ugye? Mit röhögsz? Jó, az alatta lévőt is általában ki kell venni. Fun fact, általában nem a legfelsőt kell kivenni. Miért? Mert alapvetően úgy van kitalálva a videókártya szlotok, egy picit lejjebb vannak a toronygyűjtők miatt. És akkor ugye a legfelsőt általában bent hagyod. Hú, én azt hiszem, hogy kivettem az elsőt, meg a harmadikat. Igaz? Elsőt meg a... De negyediket! Nem baj, jó van az! Jó az! Jó az! Így kell megköszönni, és kocka ponzor. Ez pont a ponzor. Milyen szponzor? Az APNX. Milyen szponzor? Ah, mert rám! Az APNX célja egy Chroma package! Ott van veled, amikor ott kell lennie? És hogyha nincs olyan flexel, ezzel lehet csajozni. Nekem nem van ilyen. Oké. Ez itt a videókártyánk. Nagyon fontos, hogy ne fogjátok meg a nyáklapot, meg ezt a nagyon szép dinamikus rész sem, mert le tudtok róla sodorni dolgokat. Ezen a videókártyán található egy VGA, egy DVI, jól mondom? Uh-huh. Egy VGA meg egy DVI csatlakozó. Sennyi nincs több. Na figyeljetek, egyszerű kézrátétel. Proci ütő. Videókártya foglalat. Á, ez az daci féle, neked is ilyen van, nézd. Igen. Jó, egyszerű a megoldás. Ugye megkeresem még egyszer. Elmenj, az kéne legyen ottan, csak kicsit elrébb. Jó, ha betörött. Az úgy nehéz lesz, amúgy, szóval az a, ott a slot, csak... Isten vagyok! Ez az...
most már el lehet hinni, hogy értek valamennyire azért a számítógépekhez. Adjuk meg végső tisztát, itt ezt ennek az alaplapnak. És sziasztok, skacok!